Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. December 9-én kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ez egy finom energiamező, és mindig van ennek egy gyógyító hatása. Ehhez jönnek más témák is. Ezen az estén, este 11 órakor tartok egy szertartást, amin részt vehetsz, és jelentkezhetsz e-mailen keresztül. Az energiai egyensúly 4000 forint. Hogy miről van szó, beszámolok erről ezen a felvételen. A maják számították ki ezeket a különleges napokat, amikor a mi földünk kapcsolatban van a plejádokkal, aminek mindig van egy gyógyító ereje, itt nyílik egy égi kapu a plejádok felé, itt kinyílik egy ajtó számunkra, és jelenti a spirituális területet. Hogy milyen témák lesznek most december 9-én, ebben a maja naptárban vannak az úgynevezett hullámok vagy rezgések. Egy hullám mindig 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. És a majáknál a 13-as szám az volt a szerencse száma. Ők hittek abban, hogy a 13 szerencsét hoz. December 9-e az az egyes hullámban van. Ez jelenthet egy új kezdetet. Itt vannak az alapok. Most rendezzük ezeket a dolgokat, amit tervezünk, hogy kiépítjük ezeket az alapokat, hogy legyen egy új irány, legyen egy új kezdet. Ezek lehetnek változások a munkahelyen, a családban, vagy a párkapcsolatban. December 9-e az az ötödik nap ebben az egyes hullámban. Az ötös szám az jelenthet külső befolyásokat. Ez lehet egy meglepetés, és valami, amire nem is számítunk. Amit az ötös szám még jelenthet, hogy megteremtettük az alapokat, ez most befejeződött, és vannak új ötletek, vagy lesz egy változás. Az is lehet, hogy elgondolkozunk azon, hogy miután már elvégeztünk bizonyos dolgokat, milyen irányba kellene tekinteni, hiszen megvan ez az impulzus, vagy ez a lelkesedés. A maja naptárban mindig van naponta egy szimbólum. Erről beszámolok a Facebook oldalamon, ott megnézheted, hogy melyik nap mi hat. Nem csak a portál napokon, hanem naponta, és ezt megtalálod az oldalamon, Dendera Susanna Medici. Itt, ezen az ötödik napon, ebben az egyes hullámban Csikcsán uralkodik. Csikcsán lefordítva egy kígyót jelent. Ennek van gyógyító ereje, ez utalhat a megújulásokra, a változásokra, a transformációra, és jelenti a szexuális témákat is. Ha összefoglalom, hogy milyen témák vannak ezen a portálnapon, akkor itt lehet egy új kezdet, amikor kiépítjük az alapokat. Lehet, hogy ez már befejeződött, és vannak új ötletek, amit szeretnénk megvalósítani. Ha még mindig ott tartunk, hogy az alapokra ügyelünk, akkor előfordulhat, hogy lesz egy meglepetés, egy külső befolyás, és ez által változik a helyzet. Itt van gyógyító erő, itt
lesznek változások. Az a fontos ennél a szertartásnál, hogy jó irányba tekintsünk, hogy jó döntéseket hozzunk, hogy odafigyeljünk a külső befolyásra, és hogy tudjuk azt, hogy ez segít, vagy esetleg hátráltat bennünket. Azon kívül, mivel ez a kígyó, ez a csikcsán kihat a párkapcsolatra, a szerelmi élet területére, hiszen szimbolizálja a szexuális témákat, ez is egy téma ennél a szertartásnál, hogy a párkapcsolatban itt is meglegyen a harmónia. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!